Kedves barátaim, van esély szembefordulni ezekkel a folyamatokkal. Hadd emlékeztesselek benneteket néhány olyan momentumra, ahol nekem is azt mondták, és sokan azt gondolták, hogy semmi esélyünk nincs. Olyan erőkkel állunk szemben, melyek átgázolnak rajtunk. Hadd emlékeztessek a 2005-ös gazda demonstrációra. Talán emlékeznek rá a városiak is, a budapestiek is, emlékeznek rá a vidéki közösségek is, emlékszik rá a gazdatársadalom, hogy hogy jöttünk föl Budapestre 1000 traktorral, hogy tárgyaltunk az akkori Tróger bandával, hogy jöttünk össze esténként, és bíztattuk egymást, hogy lesz eredménye a kitartásunknak. És miután alig hitte valaki, hogy sikeresek lehetünk, ezt követően emlékezzetek arra a vasárnapra, amikor a szentmise után a sátorban eljöttünk, és bejelentettük, hogy kénytelen volt az akkori elképesztő miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc, aláírni azt a megállapodást, amivel 38 pontban összefoglaltuk, hogy mit is követelünk. Ezt akartuk mi végrehajtani most is a kormányunkkal. Alá volt kénytelen írni. Sikerült. Emlékezzen mindenki arra az eufórikus hangulatra, ami akkor fogott el bennünket és a közösséget jellemezte, amikor szembesült azzal, hogy van esélyünk, nem szabad elhinni, hogy nincs esélyünk. Azt sugallják nekünk, hogy nincs esélyünk sem befordulni ezekkel a folyamatokkal. Emlékezzetek erre az eseményre. Emlékezzetek valami másra is. Azt sugallták nekünk, és valóban amerikai kongresszusi delegációk járták és járják az országait Európának. Itt is járnak folyamatosan. Azért, hogy befogadjuk a génmódosított fajtákat, amelyek mérgező növényeket jelentenek, csak azért, mert bizonyos tőke érdekeltségek el akarják helyezni ezeket a termékeiket, és amelyek olyan növényeket hoznának ide be nekünk, amelyek a totális gyomítószereket, a legdurvább mérgeket, amelyek hadi mérgek, amelyeket Vietnámban, Koreában vetettek be, ugyanezek a tőke érdekeltségek, ezeket a mérgeket akarják elhelyezni a mi mezőgazdaságunkban. Mert hogy nem tudják máshol eladni a készleteiket, és az ő tőke érdekeik azt diktálják, hogy ott helyezzék el, ahol éppen lehet ezeket a vegyszereket elhelyezni. Most, kedves barátaim, senki nem fogadott volna 2006-ban arra, hogy még mindig 2013-ban is tartjuk a moratóriumot, és nem tudtak bejönni ezek az elképesztő tőkeerejű érdekeltségek Magyarországra. És hiába a kongresszusi küldött delegáció, hiába a legerősebb tőke érdekeket képviselő nyomás, politikai nyomás, nem sikerült bejönniük Magyarországra. Van esélyünk szembefordulni azokkal a tőke érdekekkel és azokkal a durva, rabló folyamatokkal, amelyek körülvesznek bennünket. Csak el kell hinnünk, kedves barátaim, hogy képesek vagyunk erre. Hit és bátorság kell ahhoz, hogy szembefordulunk ezekkel a folyamatokkal. Alulról kell újraépítenünk ezt a társadalmat, és le kell dobjuk azt a maffia hálózatot, ami évtizedek óta rabolja szét a nemzeti vagyonunkat. Le kell hajítsák a tisztességes emberek, akik sokkal többen vannak ebben az országban, mint az a néhány száz rabló, aki bekerítette az államunkat. Az a néhány száz rabló, aki a kezébe vette az irányítását a mi törvényhozásunknak. Az a néhány száz rabló, aki a politikai elit egy részét is arra használja, hogy a saját érdekei mentén tovább rabolhassa ezt az országot. Nem fogadhatjuk el, és nem is fogjuk ezt elfogadni. Mi vagyunk itthon, mi vagyunk többen. Az nem lehet, hogy nem mi határozzuk meg az életünket. Az nem lehet, hogy a helyi közösség ne tudjanak urrá lenni ezen a néhány száz rablón, és azokon a maffia családokon, amelyek ma kezükbe vették az ország irányítását. Azt a politikai elitet, akármelyik oldalhoz tartozzon, mert láthatóan az adókkal kapcsolatos legutóbbi bejelentések is jelzik, kormányciklusokon áthúzódóan a politikát befolyásoló maffia hálózatokról van szó. Független attól, hogy az melyik oldalhoz kötődik, azt a politikai elitet, ami kiszolgálta ezt a maffia hálózatot, azt a politikai elitet továbbiakban nem szabad, hogy elfogadja irányítójaként a magyar társadalom. A helyi közösségnek a saját jelöltjeiket kell bejuttatni a magyar törvényhozásba. A saját
életükkel bizonyított embereket kell oda juttatni, akiket a közösség elfogad. Barátaim, a magyarságnak voltak ilyen emberei a történelme során, és akiket nem választottak egyébként, hanem az életükkel nőtek bele ebbe a feladatba. Ilyen embereket kell a helyi közösségeknek, akik ott vannak a helyi közösségekben, jelölniük és bejuttatniuk a magyar törvényhozásba, és végre az emberek felé kell, hogy elszámoljanak azok a képviselők is, akik ma a pártközpontoknak és rajtuk keresztül a maffia hálózatoknak tartoznak elszámolásra. Ezt fogjuk tenni. Ezt kell tegyen a magyar társadalom, ezt kell, hogy tegyék a magyar közösségek, a helyi közösségek, és úrrá fogunk lenni ezen a viszonyrendszeren, ami fogságába ejtette Magyarországot.